Nézőpont. Az InfoTV magazin műsora. Szeretettel köszöntöm nézőinket. Nyári szabadság után újra Nézőpont. Újra várom majd vendégeimet Kanizsa és a községet érintő témakörökben beszélgetésre. Mai vendégem Lackó Róbert, a helyi közösség elnöke, az önkormányzat által a menekült kérdéssel megbízott vezető. A mai témánk a menekült kérdés. Ismét, pedig azt hittük, hogy a kerítéssel ez a dolog, ez megoldódik, és úgy tűnik, hogy mégsem. Itt azért a kedélyek igencsak fölcsaptak ebben a kérdésben. Szeretném, hogyha megnéznénk az ehhez kapcsolódó filmünket. Önnek mi a véleménye arról, hogy a migránsok újra megjelentek itt Horgoson, néha Kanizsán is látni őket? Olyan vélemény, hogy azt én elmondanám, akkor már vétek ma bűnbúna. Hát, hogy mondjam, én nem vagyok velük megelégedve. Ma miért megmondom, azt is már, hogy mondjak valamit. Itt nem az egészségügy, hanem is. Most ezeket még, mi segítségünk, akik itt segítjük őket, Kosta is, meg első segény volt, meg minden. Sok pénzben van ez. Most holott el a lakosságnak is ráférne egy kis pénz, tehát az a pénzt azt lehetne emire is fordítani, mert itt is van sok szegény ember. Hát az az igazság, hogy én két oldalát nézem az éremnek. Az egyik az, hogy az embereket, mint embereket, mikor gyerekeket gyalogolnak, nagyon sajnálom. A másik oldala pedig az, hogy hát mi itt Európában, nekem az a véleményem, hogy már a tavasz, amikor megindultak, akkor nem kellett volna erre őket fölengedni, mert én úgy érzem, hogy mi nekünk már nincs szükségünk még egy ilyen. Szóval nem vagyok, hogy mondjam, az ő vallásuk ellen, mindenkinek tisztelem a vallását, de azért mindenki maradjon otthon. Nálunk is volt nehéz helyzet, maradtunk. Ezt a kis, amink volt, védtük, próbáltuk újjáépíteni, fölújítani, de én nem szeretem, hogy egy ekkora mennyiségű tömeg, vagy hogy mondjam, erre mifelénk ilyen jönnek. Én nem... Hát nem örülök az egésznek egy kicsikét se. Ezzel ellen nagyon gyorsan kéne tenni valamit. Én szerintem. Annak jó vége nem lesz. Eddig sincs, de eztán se lesz. Gondolom én. Mint embereket sajnálom, sok gyerek, minden. De ezt nem nekünk, vagyis már nem ennek az európai nagy uraknak, csak azok nem is törődnek vele, mert nekünk se zsebükben semmi se, egy részének. Nem érzik az éhes embernek a hasát, azt nem érzi, az csak éhes. Aki jó van lakva, az most ez is olyan alapon megy. Ez az embernek, mindenkinek joga van a saját területét védeni, hogy kárt ne csináljanak, mert sok kárt így csináltak időben a gyümölcsöt. Fákat leszaggatták meg, szóval sok kárt csinál. Nekik ott menekülni kell, egyrészt muszáj valaki anyagi érdekben, mert hallották a nyugat, ez nagyon jó arra részre, hogy itt van pénzt lehet keresni. Hát csak az egyszerűség nem fog gyűnni esztergálni, mert azt gondoltam, miért kérde, hogy majd ezek gyűnnek esztergálni, meg mit én. Hát, gondoltad, hát nem azért gyűnnek. Azok az megélhet, jó akar élni, nem akar dolgozni. Jó. 3-4 asszony némelyiknek gyerekből ne is beszéljük, hogy mennyi mi van. Most ez a normális élet, érted? Hát, ők ezt szeretik, ezt így csinálni, meg ők így tudnak élni. Nem szíves, nem azt mondom, hogy nem szívesen látom őket, de mi nem maradtak otthon, vagy az ő muszlimán országaikban, ott vannak gazdag országok a szomszédos, hogy nem tartanak össze, vagy én nem tudom, hogy miért, vagy kinek a politikája ez, hogy, mert nem a saját, én szerintem nem az egyszerű ember ezt adta ki azt, hogy ők erre följöjjönek Európába. Mondtam magamban már, hogy mi nem a Merkel asszony, ha meghívta őket, van neki portálja, kész, csináljon nekik ott helyet is. Zársa őket vendégül. De ez az egész európai országoknak nagy, és az egyszerű embereknek is nagy probléma, mert ez egy olyan stressz, mikor látja, hogy szegény embereket vonulni elsőbe, sárba, idegbe, de viszont mit akarnak itt nálunk? Hát magunknak is megvan a magunk gondja, szerintem. Ez az én vélemény. A horgosiak állítólag önszerveződésként ilyen polgárőrséget szerveztek, szerinted ez jó dolog? Persze, hogy. Sőt, már hamarabb kellett volna. Úgyhogy nem tudok mit mondani. Végül is itt nem csak a polgárnak kéne lépni, hanem akinek nagyobb hangja van, úgymond. Valóban ekkora probléma még mindig ez a menekült kérdés? Én azt hiszem, hogy nem ekkora probléma. Tehát probléma van. Ugye a tavaly évi menekült áradat és akkor igazán nagy probléma után
tehát tavaly október óta azért ez ellaposodott, hogy úgy mondjam, ez az ügy, ahhoz a helyzethez képest, viszont hát újra megjelent egy probléma, és nevethessük egész nyugodtan problémának, ami per pillanat nem Kanizsát érinti, hiszen akkor legjobban Kanizsát érintette, hanem ez az egész góc pont most áthelyeződött a röszkei határ zónába, hogy így mondjam, és sajnos az utóbbi időben Horgos központjába is. És hát nagyon dejavú érzésünk van egy bizonyos szinten anno a múlt évben kialakult kanizsai helyzettel kapcsolatban, de mégsem ijeszgetném a lakosságot ezzel, hiszen ez egy egészen más helyzet. És hát nagyon sokat segít nekünk a, hát úgy mondjam, hogy hál' Istennek, de ez nem jó, a sajnos tavalyi tapasztalatok és azok a kapcsolatok, azok a reakciók, azok az intézkedések, amiket hát akkor végeztünk, és a végén, mint kisült, én azt hiszem mindannyiunk megelégedésére sikeresen végeztünk. Azért akkor a kerítés az oké. Tehát hogy az, hogy lett ez a kerítés, ez nekünk, magának a községnek ez egy pozitívum. Abszolút. Abszolút pozitívum, hát legyünk őszinték, a kerítés hozta azt, hogy anno ez az egész helyzet megszűnt, még ha ezt akkor nem is volt szabad nekünk kimondani. Titokban mindannyian tudtuk, hogy ez így lesz, és reméltük, hogy így lesz. A mai napig ez a kerítés véd bennünket szinte a legjobban, azzal, hogy ugye most az a kerítés egy kicsit az áthaladást hát megnehezítette az itreket, per pillanat itreket, az országról beszélek, és nem csak Kanizsáról és a községről, az itreket menekülteknek, és jelen pillanatban egy olyan helyzet van, hogy nagyjából egy 3000 menekült van bent Szerbiában. Ennek java része, és akkor azt mondom, hogy 1500 ember itt a mi határzónánkig, Szabadkáig itt helyezkedik el, úgy a Horgos, úgy a kelebiai határ részen, és a szabadkai menekült, hát úgy mondjam, befogadó központban, ami hát per pillanatban 400 embert számlál, de hát körülbelül 600 ember itt a horgosi határzónában tartózkodik, és ami a legrosszabb, hogy most már napi szinten, hát ez indult egy 20-30, de ma már 50-60 emberrel Horgos központjában is. Úgyhogy a kerítés mindenféleképp pozitív, de egyelőre egy kicsit gátol is bennünket, hogy kiirítsük, hogy úgy mondjam, a községünket a menekültektől. Értem, de a nézőink számára hozzuk ezt tisztába. Tehát egyáltalán miért jönnek ide? Hát nyilván az, hogy van kerítés, ezt azért tudják. Azért láttuk még a tavalyi évben, az ezt megelőző időszakban, hogy ők azért elég jól informáltak. Tehát a mobiltelefonokkal mennek az infók, ők pontosan tudják, hogy hol lehet átmenni, hol nem lehet. Nem tudják, hogy itt nem lehet átmenni? Vagy át lehet menni? Akkor inkább így kérdezem. Át lehet menni. Tehát mondjuk ki, hogy át lehet menni. Természetesen nem mindenkinek. Az embercsempészet azért magas fokon működik most is. Itt azért hallottunk komoly ítéletekről, meg azért komoly retorziókról ebbe a kérdésbe. Ez nem csökkentette legalábbis a mi térségünkben ezt a nagyon tevékenységet? De igen, viszont van utánpótlás sajnos, és a legfrissebb információ, mielőtt ide jöttem volna a stúdióba, épp az van, hogy tegnap 11 embercsempészt fogtak el Szabadkán, akik ugye Horgoson is működnek, tehát nem csak Szabadkán. Tehát folyamatosan a belügy az végzi a munkáját, de sajnos, mint mondtam, nem úgy, mint a fociban állunk, itt van utánpótlás azért. És most hát, már talán a fociban is. Igen, bízunk benne. De sajnos ez nullára szinte lehetetlen levinni. Viszont ha visszanézek mondjuk 2 hónapra visszamenőleg, akkor azt hiszem, hogy hát legalább felére lecsökkentették, sokkal gorombá volt a dolog. És ezek az embereknek nagy része, aki most itt tartózkodik, akár Kanizsán is, ha bár itt nagyon kevesen vannak, szinte turistáknak mondhassuk őket, és nincs velük probléma. A Horgos központjában lévő emberekkel beszélgetve van olyan, aki már 20-szor próbálkozik. Viszont amikor elindulnak minden éjszaka 50-en, stb. Nem tudom hányan, abból hát pár azért még mindig tovább jut. Nagyon sokan visszajönnek tovább. Így kerültünk ebbe a helyzetbe, hogy itt szép lassan kapjuk az utánpótlást ugye a bolgár és a makedón határól. Itt nincs akkora átfolyás a határon, és itt most egyszerűen kulminálódik ez a dolog. Viszont itt mindjárt hozzáteszem, hogy az utóbbi napok információja, hogy az a kombinált rendőri és katonai, hogy mondjam, őrség most a bolgár és a makedón határon már hát meghozza a várt eredményeket, tehát ott is merőben leszűrték ezeket, és hát a menekültügyi biztossal beszélgetve napi szinten kontaktban vagyunk, tehát megszűnés nélkül attól a tavalyi októbertől, ezt tudni kell a lakosságnak, hogy attól függetlenül, hogy nem vagyunk annyira a központban, és tévés riport, és stb. Attól függetlenül
még a tavaly elszenvedett veszteségeket, illetve költségeket is szanálgassuk még utólag is, és már az itteni helyzettel, tehát egyfolytában beszélgetünk. Ez a helyzet ő szerintük az elkövetkező két hónapban úgy tud irányt váltani, hogy most egy hónapig várunk egy ilyen lappangás, hogy itt megmarad ez a 2700-3000 ember, illetve a határon lévő 5-600 ember, és hát attól kezdve folyamatosan csökkenni kezd. Igazán a mi hatóságainknak mi az érdeke? Az, hogy kiürítsük őket, nem? Tehát, hogy itt akkor, itt arra akarok rátérni, vagy arra akarok rákérdezni, hogy a hatóság, a rendőrség, az hogyan áll a mi részünkről ezek? Mert nyilván a magyar részről ez világos, tehát, hogy ott egyszerűen nem engedik, és kész. A mi részünkről ez hogy csapódik le, vagy? Mert nyilván itt az érdek az, hogy na, pucoljatok innen, és minél előbb. Hát ezt így kimondani ugye nehéz, kimondhassuk mi itt egyértelműen. Hát a nagypolitikában, persze, amit... és ez nagyon is jó ki is kell. Én abszolút nem tartok az ilyen kijelentésektől. Én soha nem mondtam azt, hogy szeretem ezeket az embereket, vagy ha szeretem is, akkor nem annyira, mint a saját lakosságunkat, és ezzel én azt hiszem, hogy minden normális ember így van ebben az országban, hogy legalábbis így kellene, hogy legyen. A kormánynak nehéz dolga van, tehát neki lavírozni kell. Vissza nem lehet őket? Nem. Tehát egyelőre nem. Tehát aki van bent, azt nekünk mi oldjuk meg? Nekünk biztosítani kell a nemzetközi konvenciók alapján, nekik a mozgásszabadságokat, a stb. Erre kapunk mi pénzeket is, és ilyen 2-3 ezer emberre, ami most jelenleg az országban, erre nem is akkor a probléma ez. Ha egy... Ezt azért nehezen tudjuk megmagyarázni annak a horgosi... Igen. ...termelőnek, akinek letarolják a gyümölcsösét, és akkor nyilván ő kihez tud fordulni. Ha már ugye itt említette, hogy erre van pénz. Tehát, hogy igen. Ezeket az állam, hogy is mondjam, megtéríti ezeket a károkat? Hát a tavalyi évi károknak egy, hogy úgy mondjam, jó részét megtérítette. Nem mindenkinek térült meg azok a károk, amik ugye elszenvedtek, de azok sokkal gorombább dolgok is voltak tavaly, és ha már ide kapcsolódunk, akkor azok a kárfelmérések nem évültek el, tehát az most is folyamatosan van, azzal, hogy most folyamatosan tűtsük föl a mezőjór szolgálaton keresztül ugye most a határ zónába a gyümölcsösökön elszenvedett károkat. Tudomásom szerint a mai napig körülbelül 10 bejelentésünk van, amit hát lefotózva, jegyzőkönyvbe véve most gyűjtögetünk, és hát a mezőgazdasági minisztérium felé többek között, hiszen több felé fordulunk mindig minden problémával. Őszintén van esély, hogy ezeket a károkat megtérítik? Úgy kell, hogy hozzájunk, hogy van, és meg kell, hogy térítsék. Tehát nem szabad úgy elindulni semmibe, hogy valamit hogy nem lehet megcsinálni. Nyilván ugye ezután van az, hogyha nem térítjük meg a károkat, akkor a lakosság önkézbe veszi a védelmet. Esetleg egyébként amellett, hogy nyilván ez véleményem szerint a rendőrség feladata lenne, mert nyilván ezért fizetünk adót, de az is világos, hogy nem bírnak ők mindent. Nem gondolkoztak mondjuk ilyen polgárőrség szinten, vagy valami olyan szervezet formában, mert ez nyilván odáig talán nem jutunk majd el, hogy itt kapával agyonütnek egy-két menekültet. Hát reméljük, hogy nem. Sajnos nyilván odáig fogunk, hogyha ez nem oldódik meg ez a dolog, és ugye ezt a menekült kérdést Európa se tudta megoldani, tehát nagyon nehezen tudjuk mi megoldani. Nincs valami alternatíva erre, hogy tehát, ahogy mondtam, egy polgárőrség, vagy egy, ami egy picit a rendet fönntartaná ebbe a kérdésbe, és hát, hogy is mondjam, kordába tartaná ezeket a károkat. Igen, hát tehát igen, ez a terv. Nagyon sok kérdést kapok a lakosságtól is, hogy hát milyen tervekkel vagyunk fölkészülve, van-e erre egy cselekvési terv, stb. És sajnos mindig ez a válaszom, hogy erre nem lehet terveket kiépíteni. Hát egy uniónak nincs terve, egy kormánynak nincs terve. Viszont egyszerűbb is a dolog, és már egyszer működött a dolog, hogy komoly odafigyeléssel a napi szinten ezeket a problémákat, amit nem tudunk, hogy holnap mi vár ránk, oldogassuk meg. Per pillanat, mint mondtam, ez a kárfelmérés folyik. Per pillanat, hiszen a múlt héten már volt gyűlésünk, tehát az önkormányzatban is a munkacsoport dolgozik. Én nekem ugyanúgy napi szinten a belügyi szervekkel, a határrendőrséggel, a különböző segélyszervezetekkel, a menekültügyi biztossal és itt a legmagasabb emberekkel itt helyszínen is, tehát mivel ők sokat tartózkodnak a környékünkben, Szabadkán, ide is eljönnek. És
Jelen pillanatban olyan folyamat folyik, hogy azokat az utakat, ami a határkövezetben vannak, azokat föl tudjuk majd javítani, fölkövezzük, nem mi, ezt mind ők fizetik, hozzáteszem. Mi csak illetve fölbecsülést adjuk, hogy mibe kerül ez is, hogy melyiket kellene, ami aztán majd megmarad ugye ott a mi földműveseinknek. És hát tegnaptól kezdve, és ezt a kanizsai rendőrparancsnok is tudotta velem, a múlt héti beszélgetések alapján a kanizsai községbeli rendőröket kivonták a határzónából, és azt az egész mesét átvette a regionális, tehát a határrendőrség. Ezzel mi embereket kaptunk, hiszen most egy picit visszatérek, mindig ez volt a probléma, a föltöltöttség. Tehát mi nekünk a kanizsai rendőrállás 45%-ban föltöltve. Most érdekes dolog, hogy az állam hozott, azt hiszem az évelején egy ilyen határozatot, hogy a szisztematizációt megváltozta nem csak a kanizsai rendőrségre, hanem az egész országba, és azt mondta, hogy nem, ez a rendőrállás most már 100%-osan fő van töltve. Ugyanazzal a személyzettel. A beígért 12-14 embert, amiről ugye megint csak sokat beszéltünk már a tavalyi évben, hogy majd az idén jön, hát abból sincs egyelőre semmi, és éppen a napokban folyamadunk ezeket a minisztérium, a belügyminisztériumhoz is többek között, és együtt az itteni rendőrállomás főnökeivel, stb., hogy úgy technikába segítsenek, és hogy a beígért, mert hát ugye kanizsai gyerekek is lettek itt iskoláztatva, ami nem csak ez a történet véget, hanem hogy egy kicsit magyar nyelvű fiatal rendőrök is legyenek az utcán, vagy akár azon a, hogy mondjam. Ez alapkövetelmény, nem? Hogy egy ilyen kétnyelvű közösségben a rendőrök mindkét nyelvet ismerjék? Hát igen, az kellene, hogy legyen, de hát ez nem így történik, tudjuk. Attól függetlenül, hogy voltak ugye iskoláztatások, úgy mondom a szerb... A létszámhiányról annyit, hogy itt... De valami akkor ott megindult, valami haladt. Én nem mondanám, hogy nekünk a rendőrséggel különösebb a lakosság felé problémája van. Lehetne sokkal jobb. Itt létszámhiányról beszélünk, aztán egy-egy rendezvényen az látszik, mint a Kanizsa Fivesten, hogy sokan is vannak, de igen, ez egy másik kérdés. Tehát... És akkor sok a vidék, és ez a nagyobb probléma. De térjünk vissza a mi témánkhoz. Tehát föl van aki készülve arra, hogyha mondjuk a lakosság önkezébe veszi a megoldását ennek a kérdésnek. És akkor itt most nem akarok vizionálni semmiféle olyan cselekedetet, ami esetleg előfordulhat, de hát láttunk olyan dolgokat már máshogy is, ahol az állam vagy a város nem tud megoldani kérdést, ott ugye azért a lakosság önkézbe veszi ennek az irányítását. Erre föl vagyunk-e készülve, van erre lehetőség, egyáltalán fönnáll-e ez a veszély ön szerint, hogy ez megtörténik? Ugye itt hallottunk egy-két balhét már a késeléstől kezdve mindent, nyilván ennek a hátterét sem ismerjük teljes egészébe, majd erről is esetleg válthatunk néhány gondolatot, de előbb vissza erre a... Igen, föl vagyunk-e készülve? Hát igen, végülis mindenre föl vagyunk készülve, de mindenek előtt azért én mégis azt mondom, hogy óva intem a lakossága nektől. Tehát azért még ekkora problémák nem történhetnek, ez egyértelmű. Ezért tesszük ezeket az intézkedéseket, hogy tehát megerősítettük most a rendőri felügyeletben Horgoson, ezért tettük azt az intézkedést, hogy pár nappal ezelőttől megszüntettük a civil szervezeteket, akik élelmiszert osztanak a központban. Tehát magyarul nem akarjuk meghívni őket vendégségbe, ezeknek a civil segélyszervezeteknek java része különben nem is akkreditált, tehát nem is osztott élelmiszert. Ezzel már csökkentettük a lehetőséget arra, hogy minél többen a központban legyenek, és akkor minél kevesebb esély van arra, hogy esetleg valamilyen problémát okozzanak. A menekültügyi biztostól a napokban, ezt már a kollégám Horgoson, a Sors Robert, az elnök úr folyamatban van, kaptunk egy lehetőséget, amivel éltünk, hogy két embert a minisztérium foglalkoztat a saját költségein, tehát mint menekültügyi biztos fog napi szinten járőrözni és a rendőrökkel karöltve, valamint három embert egy úgynevezett UNDP segélyszervezettől foglalkoztatunk takarításért, tehát fűvágásra. Nekik milyen jogaik vannak ezeknek a személyzetnek? Tehát hogy mi az, amit megtehetnek, meddig mehetnek el? Az a helyzet, hogy ezeknek a menekülteknek elég, ha egyenruhást látnak az utcán. Tehát egyenruhán, hál' Istennek, hogyha megjelenik, legyen az tűzoltó, bármelyik nem tudják, ugye, hogy kiről van szó. Vagy elhúzódnak, vagy elmennek, és nincs velük ilyen szinten probléma. Tehát éppen ezt az egyik svájci anarchisták voltak, ugye mondjuk ki, megmondtuk, hogy beszélünk nyíltan beszélünk. Mindig a nézőpontom. Így is kell, ez az én nézőpontom is. És hát úgy személy szerint én is kint voltam Horgoson, ez azt hiszem vasárnap délután volt, és hát egyszerűen elzavartuk őket, erőködtek ők is, stb. Mi azzal érveltünk, ugye, hogy hát nem tudjuk, nincs kontroll, nincs
leellenőzve, hogy milyen élelmiszert osztanak, és hát hogy megmérgezik a mi migránsainkat. És ez egy adott helyzet, ott a migránsok abszolút mellénk álltak, ők megköszönték ezt. Na most ez egy kis játék, ugye? Tehát nekem a célom az volt, hogy elsöpörjük őket. Tehát védjük a lakosságot ettől. Tehát sajnos, na most ezek azok a tervek, nincsenek tervek. Ezt napi szinten meg kell oldani ezeket a problémákat. Semmi nem tervezhető ebből? Hát azért lát, azért van, sajnos van tapasztalatunk. Nekünk az információs rendszerünket, ha szabad így mondani, azt tudjuk tervezni. És az megvan. Tehát minden információ első kézben gyorsan itt van nálunk. Tehát a probléma megoldása az akkor nem rögtön működik. Nem, telik, az hanem... rögtön működik, tehát én az önkormányzattól most újfent kaptam egy gépjárművet, tehát én erre az esetre is körülbelül 7 perc körül, hogy orvoson legyek. Már kint volt a rendőrség, már kint volt az ottani helyi közösség elnöke. Akkor nézzük egy konkrét esetet. Ha bejelentés érkezik, hogy mondjuk a gyümölcsösemet tönkretették a menekültek, akkor kihez kell fordulni, mit kell tennem? Nyilván az én véleményem szerint sem megoldás az ön törvényű rendezése ezeknek a dolgoknak, de akkor mondjuk el a nézőinknek az esetleges, akiket mondjuk kár érhet, hogy hova kell fordulniuk, kinek kell, hogy szóljanak, és hogy mit várhatnak, mert ez a nagyon fontos még. Tehát ugye Horgosról van szó mindenféleképpen, és erről már értesítve lettek a lakosok is, illetve az érdekeltek, hogy így mondjam, azon a részén érdekelt lakosok, a helyi közösség elnöke Sors Róberthez, és ő értesíti tovább a mezőri szolgálatot, ha szükség van rá rendőrséget, de a rendőrség kint is tartózkodik most már, de nagy területről van szó azért, ezt lássuk be, és itt főleg az éjszakai órákon van a probléma, mert hát már az ottani, hogy mondjam, földművesek, akik ott dolgoznak kint, ők már saját maguk is kutyákkal őrzik ugye a gyümölcsösöket. Tehát már megtörtént akkor az önszerveződés ezek szerint? Hát igen, igen, mert hát mi a gyümölcsökről van szó egyelőre, és itt se az a probléma, hiszen nagyon normális emberekről van szó, amikor a mi lakosainkról beszélek most. Ők adnak szívesen gyümölcsöt bárki, aki ott kér, és én jelen voltam ilyen helyzetekben. A probléma az, hogy ezek a vendégek nekünk bemennek és leszedik a zöldet, mert nem is ismerik egyik másikat, stb. No, ezek azok a károk, letörnek egy-két ágat. Ismétlem, ezek nem akkora károk, mint tavaly történtek, de persze, hogy kár, és persze, hogy föl kell mérni. Igen, ezzel magyarázok majd annak, akinek tönkretették. Így van, nem, hát nem is akarom megmagyarázni, tehát tisztázzuk le, hát én a lakosokkal vagyok, ezt láthatták az emberek eddig is, de kell néha egy picikét, hogy is mondjam, mind ahogy beszéltünk egy esetről, ugye, hogy erről a késélés meg és a többet, ez egy konkrét dolog volt, és természetesen kevés háttérinformációval a lakosok itt elkezdtek reagálni erre a dologra, hogy akkor késés, önfegyve és agyonüssük és minden. Nem ilyen egyszerű a történet. Az úriember, akiről szó van, ő hajnali 4 órakor valahonnan hazatartott, látott 2 embert, a rendőri kihallgatás alapján ő ismerte be, hogy elsőnek ütött, állítólag ütött, leütötték, az orvosi leletek ezt nem bizonyítsák, és hát, hogy ő majd most agyonüt mindenkit, akit lát, ez nagyon veszélyes játék. Ő egymaga volt ott, 2 menekültel, akit nem fogunk megszólaltatni valószínűleg, de a tények nem az bizonyítják, hogy... De a rendőrség megszólaltotta, nem? Vagy? Persze, persze, megszólalt őket, de az, ami az Facebookon megjelent, azt nagyon el kell osztani, nem 2-4-6-tal. És az, hogy én felszólítom a lakosságot, hogy késekkel, fegyverrel és üssük agyon, ez nagyon veszélyes játék. Ez el tud menni egy másik irányba. Sajnos a törvény mindenkire vonatkozik. Én ezt már ugye többször is kijelentettem, hogy a mi embereink, tehát a saját lakosságunkra is vonatkozik. Ne engedjük meg ezt, hogy öntörvényesek legyünk, még ha néha egy kicsit türelmesebbnek is kell, hogy legyünk, de hát ezért vagyunk mi itt. Vannak telefonok, van kihez fordulni. Nyilván ezt akkor lehet, én azt gondolom, hogyha az emberek azt látják, hogy a kárukat megtérítik. Itt ugye erre nem kaptunk 100%-os garanciát, az önkormányzat ebben mennyiben tud részt venni, vagy mi az, amiben az önkormányzat mondjuk a kártérítésben, vagy bármiben részt tud venni? Mert itt azért mindig arról beszélünk, hogy nincs pénz, kevés pénz van, ami... Hát ez az egész önkormányzati szinten történik. Tehát ez az egész történet a minisztériumok felé az önkormányzat, hiszen őneki van egy hatásos, hogy így mondjam, lényege fölfelé. Tehát ezt nem tudjuk mi a helyi közösség elnökei, vagy akár milyen szerveződés foganasítani. Egyértelműen az önkormányzatnak kell ezt, és ő is viszi tovább ezt. De anyagilag az önkormányzat ezt nem tudja fedezni. Értem, tehát anyagilag az önkormányzat segítségét nem tud ebben nyújtani.
nem tudja egész évben. Persze, hogy fog segítséget nyújtani, de hát sajnos a költségvetésünk nem mindent enged nekünk. Nekünk még a tavalyi évről is származnak olyan nem kimutatott, hogy úgy mondjam, veszteség. Tavaly az mentett meg minket, hogy van egy tartományi titkárunk, aki hozzásegített minket egy ilyen segélycsomaghoz, ugye? Nagyon sokat jelentett, kaptunk ezen föl a komisszáriától is, tehát a menekültügyi biztosoktól, és el kell, hogy mondjam, hogy ez még mindig folyamatosan történik. Hála jó Isten, hogy olyan civil szervezetek, segélyszervezetek, akik tavaly hát saját maguk belátása szerint is kellemetlenül érezték magukat, hogy nem tudtak segíteni. Most a Vöröskörösznek az épületét újítsuk fel teljesen újra, tehát lerombolva. Utána kezdjük a Vásártérnek a felújítását, ez még mind a tavalyi mesére történik. És hát ezeket az utakat, amit meg akarunk csinálni, gépeket kapunk, mondjuk rá Horgoson problémák a fűnyírók, ezek az emberek, akiket foglalkoztatunk, azzal együtt lesznek felszerelve. Lehet, hogy ezek apró kicsi kis momentumok, de folyamatosan történnek, és ami nagyon lényeg, hogy ez mind visszakerül a lakosságnak. Úgyhogy azt hiszem, hogy kifelé tudunk egy olyan jelet adni, hogy persze, hogy nem egyszerű a történet, persze, hogy nem fog holnap megszűnni, de én ezt kategórikusan állítom, hogy és a határ és időt mondok, akkor azt mondom, hogy egy két hónapon belül olyan szintre kell, hogy csökken az egész, hogy szinte észrevehetetlen lesz. Tehát ha két hónap múlva beszélgetünk a nézőpontban újra, akkor már nem lesz menekült kérdés, vagy akkor nem erről fogunk beszélgetni? Sajnos erről fogunk még beszélgetni, hiszen most tudnánk arról is beszélgetni, hogy Kanizsán is vannak. De naponta ketten, vagy egyse, vagy öten, és elmennek. Ugye ez még mindig menekült kérdés. Tehát én azt gondolom... Hát onnantól menekült kérdés ez számunkra, amikor érezzük, és most nyilván Horgoson ezt hát érzik. Hát Horgoson most nagyon, igen, igen. De én... Egyébként az általános lakosság hozzáállása az milyen? Azon fölül, hogy itt láttuk ugye a körkérdésbe, hogy elmondták a véleményüket. Persze. Ön szerint? Korrekt. Itt ugye az sem mindegy, hogy kit szólaltatunk meg. Tehát egész más, hogy beszél, akinek konkrét élménye, közeli élményei voltak, egész más, aki csak kívül, esetleg az, aki a Facebookból táplálkozik az ilyenekkel, mert vagyunk ilyenek sokan azért. Azért annyi minden ért bennünket, nem fogyott-e az emberség? Türelme. Az emberség türelme fogyott. Hát, vagy az emberiesség, vagy a türelem. Az emberiesség, bocsánat. Tehát, hogy ez mennyire elfogy egy idő után majd? Én még büszkén állítom, hogy még nem, és megint csak a nagy átlagot kell ilyenkor venni. Persze, hogy sokszor nekem is elfogy, és legszívesebben közéjük vágnak, de ezt nem lehet megcsinálni. Tehát egyszerűen ennek egy hozadéka van, ami nem jó aztán a közösségre nézve. Tehát le kell tenni magunkat, kicsit le kell hűteni, még ha fáj is néha, ez benne van. De én azt hiszem, hogy az egyetlen módja ennek, hogy hideg fejjel, átgondoltan, napi szinten, konkrétan cselekedjünk, és a fölfelé, tehát a felső szintek felé állandóan küldjük azt az üzenetet, amit meg is teszünk, hogy itt vagyunk, csináljuk, kell a segítség, és egyszerűen kapjuk. Muszáj ránk. Kapjuk a segítséget igen, majd? Igen. Tehát, hogy azért igen. Néha lehet érezni, hogy cserbe hagynak minket, nem? Bizonyos kérdésekbe. Ez most nem így lesz? Több kellene, ez egyértelmű, és mindig több kellene. De én azt hiszem, hogy azért... Mennyire látják ezt egyébként mondjuk a felsőbb szinteken, hogy nekünk ez probléma, hogy ez Horgoson egy komoly probléma, hogy itt az embereknek az ez egy komoly problémát okoz. Nyilván az valahol, én azt gondolom, a tavalyi az átment, hiszen nyilván ott már a tartomány is, ha bár még egyszer mondom, ott azért nekünk, ha úgy tetszik, protekciónk volt egy kicsit a községnek, de a Nyilas Mihályon keresztül, de azért mennyire látják ezt, mennyire áthatható egy horgosi probléma felsőbb szinteken ön szerint? Látják is, de ha nem látják eléggé, akkor erre napi szinten csavargassuk ezeket a problémákat főfelé, írásba, szóba, stb. Tehát muszáj, hogy láss. Már csak magunkról beszélek, mert azt látom, hogy külön engedélyekkel szabad forgatnunk, nem mehetünk ki a határa forgatni. Tehát ez tűnhet úgy egy médium számára, hogy itt nem nagyon akarunk tudatni a világa, nem nagyon akarjuk ezt a világnak megmutatni. Ez a külön engedély, ez nem a Kanizsa Inforú szól és a lokális tévék és emberek, ez arról szól, hogy a sok nem, rossz ez indulatú... Nem csak rá vonatkozik, ez mindenkire vonatkozik, csak, ezért. Csak hát igazán én azt gondolom, hogy úgy tudunk a világnak mutatni ebből, hogyha ha odaengedjük azért a televíziókat, és ezt most, ebben most érzek egy kis, hogy is mondjam, hát ne nevezzük cenzúrának, mert az azért durva, de egy kis óvatosságot azt ír, igen. De ez megoldható, ez a része, higgyék el, hogy ez azért történik, mert nagyon sok rossz indulatú tévétárság van külföldön, a tavalyi évben rengeteggel volt problémám, aki csak azért is a rosszat akarta. Itt ezek még csak azt sem merem mondani, hogy nem szándékosan, tehát szándékosan jöttek főbújtani, akár lakosságot, akár menekülteket, stb. Ez az egész történet azért van,
és csak így tudjuk megszűrni, hogyha nekünk nem, akkor neked se. De aztán hát itt Berkeken belül azért mi az információkat továbbadjuk, mindig is hozzá is jutunk. És azért vagyunk itt? Abszolút egyértelmű. Nekünk ez a dolgunk, de az is dolgunk, hogy a rossz indulatú ugyanilyen tévéműsorokat ne engedjük a közösségünkbe, mert az csak rosszat tud tenni. Akkor ön szerint van megoldás is? Van. Mindig és, van. És egy nyugodtság az, ami ebből ki tud minket hozni, ugye? Igen. Oda kell, hogy figyeljünk egymásra, ezt megint csak mondom, ezt is sokszor elmondtuk már. A lakosságot állandóan arra kell, hogy ösztönözzük, hogy jelentsék, szóljanak, van kész fordulni. Ott, mint mondtam, telefonok is, de bárki. Az én telefonom is él mindenki számára, még én nagyon sok telefont kapok, ezért nagyon hálás vagyok. Nekem fontosak ezek az információk, és tudni kell, hogy az az információ, aki, amely horgoson akár a helyi közösség elnök, ez bejut, hiszen ő szedi, ő a kapocs mostot. Az két perc múlva nálam van, másik két perc múlva olyan helyen valva kell, hogy menjen. A reakciót, időt próbáljuk leszűkíteni minden egyes alkalommal, ez nem mindig sikerül. De én azt hiszem, hogy azért még mindig expeditívek vagyunk, és hát nekünk, megint csak mondom, hála jó Istennek, vagy sajnos a tavalyi kapcsolatok segítenek ahhoz, hogy történjenek időben dolgok, mondjuk rá más községekhez képest, és gondolok itt mondjuk Szabadkára, vagy nem tudom, Sídre, vagy Banyakovicsára, vagy stb., ahol vannak most menekültek, és én a menekült... Most már mi tudunk tanácsot adni majd, hiszen annyi információnk lesz, és annyi problémánk volt. Hát én már előadásokat tartottam, mondjuk ezve Zágrép, Skopje, stb., már még Jordánba is hívtak egy nemzetközi szervezet, csak nem mertem, mert közel van oda Szíria elmenni őszintén. Tehát igen, el is fogadták ezt, és mindenhol arra jutottunk, nemzetközi szinten is, hogy Kanizsát elismerik, mint olyat az önkormányzat és az egész tevékenységet, hogy igen, még mindig vigyáztunk a menekültekre is, de a lakosságot is megóvtuk, és persze hát mindenhol meg van ígérve, hogy ezért még Kanizsának segíteni kell. Lassan csöpög ez, kapogatunk, de hát még mindig nem elég a dolog, de hát ez a dolgunk, hogy ezt napi szinten kicsikét még forszírozzuk, hogy úgy mondjam, nyúzzuk, főleg a segélyszervezeteket, mert most már azért nem akkora probléma az országban, nincs akkora pénzeszközökre szükség, és pénzek meg azért vannak. Tehát azért ezt úgy néha nyíltan kimondják, hogy talán néha még szerényen is kérünk, akkor aztán, amikor nagyot kérünk, akkor meg lefaragják, de hát ezek játékok, de ezzel nekünk együtt kell élni és csinálni kell, úgyhogy jó lesz ennek a vége, én állítom, és biztos vagyok benne, hogy van egy olyan csapat ismét, aki ezt megoldja. Mindenki elégedettségére sajnos majd nem fog lenni, de reméljük, hogy a legnagyobb elégedetlenség majd hát a menekültek felé mint. Nagyon szép. Egy kicsit csúnya, de így legyen. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Nézőknek köszönöm a figyelmet. Hát mit mondhatnék? Nyilván ugyanazt, hogy bármilyen nehéz, ne vegyék önkézbe a dolgok megoldását, van erre egy hatóság, és értesítsék, éljenek azzal a lehetőséggel, hogy van kihez fordulni, és reméljük, hogy más témákban is tudunk majd beszélgetni, nem csak ebben a községünket igen súlyosan érintő kérdésben. Még egyszer köszönöm szépen figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!